A villanyoszlopokat is ellopták, azok jobbára tehetős, jó pozíciójú, ismert részvevői voltak egy benfentes körnek, amely hallgatásra kényszerített mindenkit. Akár úgy is, hogy megadta a hallgatás árát. Két hónappal ezelőtt egy tatabányai nézőnk level alapján indultunk el, s be kell vallanunk, nem könnyítették meg dolgunkat. Ajtók és ablakok néha egyaránt bezárultak előttünk, akárcsak Szicíliában. Kisbérés környéke sokak számára éveken keresztül az olcsó, avagy az ingyenes villamos áram földje volt. Amolyan energia eldorádó. Amíg Morvai József vezette a kisbéri Édász kirendeltséget, nyílt titoknak számított, miként lehet csökkenteni a villanyszámlát, hogyan lehet ingyen fűteni, gépeket üzemeltetni. A helybéliek egymás között csak áramszövetkezetként emlegették az energiával visszaélőket. És az áramszövetkezetbe egyszerű trükkökkel lehetett bejutni. Ezekből hallunk egyet. Hogyan lehet megbűvölni az órát? Hát a kapcsoló óra annál, hogyha a plombát leveszik, és állítanak rajta, vagy leveszik belőle, ugye, egy kis lovacskágot. Akkor éjjel-nappal fűthet. Ezt hívják szabálytalan áramvételezésnek? Hát szabálytalan áramvételezés. Na most a mérőnél, sőt, valamint a feszültség kapcsot itten leveszik, ugye leengedik, akkor nem mér a mérő, vagy megfordítja, és akkor visszafelé forog a mérő. Mennyi kár érte önöket? 5,5 millió forintot tártunk fel a felülvizsgálataink alapján. 48 fogyasztóval szemben állítottunk. Ami bizonyított. Hát ez magunk részéről úgy foglalunk álláspontot, hogy bizonyított. Január 20-án tartottunk ellenőrzést, amikor 1043 fogyasztót ellenőriztünk, és ebből 0,5%-nál találtunk szabálytalanságot. Én ezzel nem csodálkozom, ugyanis hát a kisbéri Édász vezetője, volt vezetője Morvai József az ellenőrzés előtt mindenhova kiküldte dolgozóit és bekötette az órákat. Eltüntette a nyomokat. Hát végeredményben ez egy feltételezés, amit bizonyítanunk kell. Ellenőrzés előtt rengeteg helyre küldte ki magukat Morvai plombázni. Igen, akkor minden rendben volt ma a téve, csak le kellett plombázni. Na de hol nem volt plomba, ott maguknak tudniuk kellett, hogy valami nem stimmelt. Volt olyan helyen, ahol nem szabad volt fölvenni a pénzt rájó. Oda, ahol még muszáj volt. Hát ott nem, mert meg lett mondva, ott nem csak menjetek végig, nem kell rá fölvenni a pénzt. A kirendeltség vezetőt azóta már leváltották és elbocsájtották. Hogy valaha édászos volt, azt már csak trafószürke festékkel mázolt kerítése jelzi. Bizonyára nem a trafók iránti oldhatatlan szerelemből festette szürkére. De Morvai József nem csak a festékkel, hanem a villanyoszlopokkal is bőkezően bánt. A kirendeltségen oszlop hiányokat állapítottunk meg, amelynek rendezésére felszólítottuk a kirendeltség vezetőjét, tekintettel arra, hogy mivel a vizsgálatkor ezt nem tudta megtenni. És ezt úgy cselekedte meg, hogy kiszedette a meglévő villanypóznákat. Ez bejelentés alapján értesültünk arról, hogy más helyen korábban lehelyezett hangos híradó oszlopait kiszedette, és a leltárát ezekkel az oszlopokkal hozta helyre. Hogy is volt az, amikor kiszedték az utcából a villanyoszlopokat, hogy meglegyen a leltár? Ez volt a utasítás, ki kellett venni, ami rajta volt a világítási lámpatest, és azt kellett behozni, mert annyival még kevesebb volt a villanyoszlop a leltárban. Az oszlopok egy része Fodor Rudolf portáján található. Ezekből épült fel a kert végében a sertéshizlalda, amelyet természetesen ingyenes villamosenergia fűtött. Fodor Rudolf valószínűleg a legpehesebb a volt áramszövetkezeti tagok közül. Ugyanis neki számlázta a győri édász az eddigi legmagasabb büntető tarifát, 870 ezer forintot. Hogy kiket bírságoltak meg rajtuk kívül, azt sajnos nem tudtuk meg Géczi Jenő vezérigazgatótól. Elmondta viszont, hogy álláspontját egyeztette a rendőrséggel is. Nem értjük, hogy miért van a titkolózás. Ugyanis a 48 rajta kapott áramtolva tény. Ráadásul azt beszélik, hogy szép számmal akadnak közöttük vezetőbeosztásúak. Forgatásunk előtt bukkantak a 49. áramszövetkezeti tagra. Bábolnán, aki egyébként középvezető. Őt 690 ezer forintra bírságolták. Mi magunk részéről nem vizsgáltuk a személyeket beosztás szerint, de nekünk is van tudomásunk arról, hogy
más helyen vezetőbeosztást betöltő személyek is bekerültek ebben. A morvai mindenki előtt, a munkatársak előtt kijelentette, hogy amíg ennek a kutyaholnak én vagyok a vezetője, addig mindenki azt csinál, amit én mondok. Akinek nem tetszik, az mehet a